Kezét csókolom, én Sutimonu vagyok, és ez itt az Underground Survivor harmadik epizódja. Hurrá! Hurrá! Szerintem ma lenézünk ide, mit szóltok. Ez némi holmira lesz szükségünk, úgy mint fákjára. Hát mindet használjuk el. Csákányunk van, egy kőkardot is, nem kőkard, hanem kaskarddal megyünk oda le. Jó, viszünk, ha kő van nálunk, kis virágokat letesszük. Igen, hát homok az szerintem most nem fog kelleni. De ki tudja. Miért kellett nekem? Ah, igen, ebből mindből csinálunk. Hopp. Na. Létrát. Majd vissza tudjunk jutni? Na jó, akkor ezt is elhasználjuk. Jó. 21. Na, ezt lehet, hogy később megbánjuk. Vagy nem megbántuk. Elfelejtettünk kardot csinálni. Jó. Hát rendezzük ugye a szokásoknak megfelelően. Balta szerintem most nem fog kelleni. Úgy van. És megnézzük a lendő fafarmunk helyét. Júj, de izgalmas! Mindenképpen használni fogunk majd TNT-t a későbbiekben egyébként. Mert én szeretem a TNT-t. Szerintem hasznos. Jó, hogy van. Oké. Jaj! Fényt! Fényt ide! Ez csak ennyi? Nem, arra is van. Igen, most TNT ez majd kelleni fog nekünk. Hopp, ez az. Sok-sok puskapor. Én úgy jutottunk el. Na? Gyere ki! Gyere ki, te rusnyaság! Gyere már! Jó, nem, hát nem. De innen jöttünk volna, nem? Aha. Akkor itt kipótoljuk a főjáratot. Így vész esetén vissza tudjunk jutni. Gyorsan. Igen. Na most ez egy eléggé szertágazó labirintusnak tűnik így nekem. Kardot a kézbe. Ide bújt, azt hiszem. Ah, fölment. Hó, az első puskaporunk. Remek. Hát ezt alaposabban körbefákjázzuk, ha nem maragszatok. Itt meg megépítjük ugye a létránknak a kis feljáratot. Úgy. Jó mélyen vagyunk. Tagadás. Jó. Aha, így jutottunk itt körbe. Így történt, igen. Itt. Jó, hát szerintem... Jaj. Szedjük ki a vasat. Bár most a színnek jobban örültem volna, de hát... Nem lehet minden fenékig tejfel.
Köszönöm, elfelejtettem megnézni, mennyi az idő. Úgyhogy, hát ez lehet, hogy hosszabb epizód lesz. Jó. Fedezzük fel, hogy erre mi van. Csontváz. Ohohohoho, a kis pimasz. Jajajaj. Most már megehetünk egyet. Oh, jön, ez remek. Ó! Egy alig használt íjat kaptunk, hát ez remek. De nyilvesszőt nem kaptunk hozzá, viszont van csontunk, amivel nagyon jól tudunk gyorsítani fejlődéseket. Nézzük, mi van erre felé. Na, na. Valahogy csonta ezt hallom. Mennyi sötét labirintus? Ah, meg vagy. Na? Csak XP? Nem baj. Az se rossz. Jó. Mindig jobbra tesszük a fákját, mindig jobbra. Jó, akkor itt csinálunk egy lejáratot. Nagyon jó. És most megint visszamegyünk oda. Megint csontváz. Hallgat csak! Oh, hát ez... Jaj! Mögöttem van, ugye mögöttem van? Nem előttem van, jaj! Ott is van egy. Még egy. Elképesztő. Csontváz hegyek. Jó. Hármas szintűek vagyunk. Szerintem neki sértjük a sorsot. Ide jobbra még teszek egy fákját. Neki sértjük a sorsot, és erre elindul a felfelé. Itt vége a dalnak. Nem baj, bár... Szenet se találtunk. Na mindegy. Itt ezt a néhány vasat azért kiszedjük, és nem arra megyünk, hanem arra, mert jobb kéz felé vannak a fákják, amik előre visznek. Hogy... Nos, vas. Hűha. Is érteties. Most... Szerintem ezzel jelezzük, hogy arra nincs értelme menni. Egy darab fákják volt. Ajtó dörömbölés volt. Ajtó dörömbölés volt itt. De... Itt... Miért volt rajta a drömbelés? Itt szerintem teszünk egy ilyen totemoszlopot, hogy itt körbe kell néznünk, mert valami drömbölt. Ajtó drömbelés. Miért drömbölt itt? Miért és mi? Most csendben van. Esetleg ott. Ne, nincsen fákjánk. Arany. Oh, azt csákányra szedjük ki, mert különben csak szétporítjuk. Hát jó. Jelezzük, hogy
Arra kell menni. Úgy mi? Ez egy érdekes kaland volt. Egy TNT-vel térünk vissza, meg egy nagy kérdéssel, hogy vajon nem ide römbölt. Na, mennyire vagyok ügyes a 10-es skálán? Jobb lesz. Na, kinőtt egy nyírfánk. Jó. Akkor kivágjuk a fát. És ültetünk egy másikat helyette. Igazából szerintem több fát kéne ültetni, hogy sok fa legyen. Mondjuk, mennyi szepény. Oda is ültetünk egyet. Oda is ültetünk egyet, és akkor, ha már itt vagyunk, ide is ültessünk egyet. És... elnézést. Oda is ültettünk egyet. Remek. Csinálom még ládát szerintem. Két ládát. Egyet oda teszünk. És egyet meg oda. Az értékes dolgokat áttesszük abba szerintem. Mindegyikből egyet. Jó. Na, értékes. Még nem döntöttem el. Jó, őket tehát akkor bepakoljuk oda. Ez meg ide. Közben gondolkodtam, szerintem itt egy ilyen raktárhelyiség lesz sok ládával, és a küldetésekhez tartozó feladatokat is itt fogjuk gyűjteni. Oho. Mi? Kijöttetek vagy? Vagy nem? Ahogy. Sütőben mi van? Semmi. Jaj. Kéne szén. Kéne szén. Hopp. Jó? De nincsen csak, ezért fel kell. Jó. Ötletünk van, meg is valósítjuk. Fölbontjuk. Oh-oh. De miért nem nősz meg? Itt nem fogsz megnőni, mi? Mondjuk itt. Sokba került ez a tapasztalat. Most megint az lesz, mint az előbb, úgyhogy nem kísérletezünk. De most te miért nem nőttél meg? Ez a gondod? Na hát ezt elpazaroltuk pillanatok alatt. Pocsi. Most egy TNT-hez kell ugye 5 puska por, amit meg csak ebből a csodálatos creeperből lehet szerezni. Mi kellett ez nekem? Azt hiszem erre. Ugye? Igen. Hogy fákját csináljunk. Thank you.
Jó. Pálcika, pálcika van. Oh. Női, 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 női. Zombi történt már? Nem, még nem. Majd ültetjük, át fog verni. Itt miért nem nőtt meg? Érthetetlen. Oh. Legalább az halad. Ajaj. Három lett belőle. Öt fából három. Juhú! Akkor ebből meg lesz. Nyolc fákánk. Az elég lesz, mert... Megpróbálok 8-at kiégetni és csinálni valami hasznosat. És ezt szedjük. El is tesszük. És próbáljuk meg szerezni szemet. Ott van föld. De most nekem nem kell föld, nekem most szén kell. Egyébként szerintem logikusan van felépítve a pálya, tehát ugye itt volt egy homok a bejáratnál, és elég bejáratszerűségnek tűnt. Úgyhogy ez biztos elvezet minket valahova, mint ahogyan a túloldalon is szerintem elvezet minket valahova. Arra felé is biztos van valami, és biztos benne, hogy ott fölfele is találunk majd valamit. Na, találtunk egy tavat, de nincs itt semmi. Semmi hasznos. Csak víz, víz, víz. Jaj, szomorú van én szívem. Jaj, nem, nem. Talán nem. De nem kéne ilyet tenni, de... Követjük utunkat egyenesen előre. Ah, mi a manó? Fákja? Oh. Hogy itt ezért van vihar? Mi a... Háj, bizony, ha... Van búzátok. Jó, szerintem akkor ez az epizód úgy ennyi volt. A harmadik epizódunk. És... találtunk egy falut, juhú! A következő részben földerítjük, hogy mi van itt. Én Sutimanó voltam. Kezit csókolom.